itt lennénk a Piropandába. Újra Petivel természetesen, viszont most nem az én csatornám, hanem Boti csatornáján. Igen, ugye. Piromágus. Így van, így van. Kamerázik éppen a Piromágus barátunk. Amint láthatjátok, akkor újra egy bolt bemutatót fogunk csinálni. Viszont most már nem kamerásként leszek itt, hanem mutogatóként. Szerintem Botikám, gyere, kezdjük is a rakétákkal. Így van. Ez egy idei újdonság, állványos rakét, amit amerikaiaknál szintén közkedvelt, missile-esnek hívják angolul. Ez most a Turbo Rocket, ugye a Clashektól, az 5 darab rakéta. Ez egy újdonság, így van. Nem igazán láttunk idáig. Kezdjük is a kegyben, ami akciós, például ez a rocket set is, itt ez a Malli, ez Privatex pirós, ez éppen akciós, 12 euróra le van dobva. Ugye kisebb rakétákban van, mint például a Devil Rocket, vagy a Setwell. Ha sok mindent akarsz, akkor ezt ajánljuk, ebben sok van mindenféle recsegő, pukkanó effektek, és így van, ez a családi csomag, ugye? Családi csomag, így van. Aztán ebben a nagyobb kalibernél, de még olcsóbb áron, hogy itt van a Monkey Banana, ez is egy... Hatalmasabb volt, nagyon szép kupak. Aztán, hogy ott van az előző videóban is láthatott, ugye, XX-el, Big Mix, ugye. Big Mix rakéta. Így van. Profiknak ajánljuk, 75 mm, komoly kaliber. Aztán itt a Platinum széria, ez így van. Ez sajnos nem eladó, úgyhogy. Aztán pedig ugye a legnagyobb csomag a Rocket Land, a Clashekra 33 kételre. Bemutatnánk ezt a Baby-ket, 12 euró, 3-at bontós. Óriás rakéta, szintén profiknak, Privatex Piro gyerek. Ezt ugye egyesével lehet megvásárolni. Igen, királyad bont. Ugyebár itt van a Gigant, két ugye a 30, nem, ez 40 mm. 40 mm is nagyon szép. Van belőle 30-as, kisebb is ugye. Van ott, Tresk. A Kraken, ez Crack. Jött újdonság ugye, Clashektől a 30 mm-es római gyertya. 20 mm-es római gyertya, 4 darab csomag. Itt van YouTube kóddal, meg tudjátok nézni a videót róla. Nézzétek csak meg. EU-safe produkt ugyebár. Fontos. Ez fontos, igen, Európai Unió. Aztán, hogy jöjjünk ide a kisebb játékos dolgokhoz. Igen, a gyerekeknek ajánljuk ezeket a termékeket, főleg, ugyebár nagy lepke van itt, kolibri, kis lepke, tűzvirág, még kis lepke, Clashekt, meteorit, ördögpatkó, recsegő. Például jött túlj amúgy füstbomba, Clashekes. Az múltkor még nem volt, amikor itt voltunk, szóval most már jött. Ugye itt van például az 50-es sárkánytás, amiből a tesztet ugye láthattátok már. Itt van a sárkánytojás, de aztán tovább megyünk, itt is vannak még nagy lepkék, ugye? Nagy lepke, igen, olyan sikoly, durranó sikoly, Katyusa szintén durran. És az a Privatex Pro. Ez most nem Clashekos, hanem Privatex Pro. Az tovább az durran, tehát sorozatpetárda, Clashektől füstgolyók vannak itten. Kitűzők, céges kitűzők. Aztán gyere be, Boti, ide be, hogy a telepeket utazassuk. Kezdjük innen, Petikém. Jó. Hát például itt amúgy ez egy újdonság. 64 lövéses, hogy 64. Attila ajánlott, ez nagyon, nagyon jó elvileg most, szép színes effektekkel. Ez bár kis kaliber, de 100 lövés és elég jó effektek bont. Tehát ezt is tudjuk ajánlani. A Garcia rakéta bontot. Long, így van, long. A fütyülős terméket akartok, fütyülős effekter például, akkor a King Julian tudjuk ajánlani. Ez így néz ki, dupla gyújtózsinór, tehát hogyha a besül, akkor nyugodtan újra gyújtatjátok, nem kell kidobni a kukát. Itt vannak ugye vegyes kaliberű telepek, mint például a Kluk vagy a Geng, ugye ezek vegyesek. Van. Itt vannak a 30 mm-es telepek, az Ork, Pyro meg a Dolly. Ugye, itt vannak lejjebb a nagyon profi ezek telepek, nagyon profi ugye. Telepek. Rakéta például, ez egy nagyon jó rakéta, szerint Tomahawk, Clashektől 6 euróért. Hát, sokkal olcsóbb, mint a Sziporka. Így van, a Sziporka, ami nem is bont. Így van. Így van. Átérünk a nagyágyukon, erről azt fontos elmondanunk, hogy ezt ne hozzátok, ne hozzátok át, hanem itt lehet Szlovákiába kipróbálni. Megatron petárda, gyerekek. 5 gram fejenként, hatalmas. 4 darab egy csomagban, ugye? 4 darab egy csomagban. Ezt pillanatban így meg tudjuk így mutatni nektek. Ezt nézzétek meg, gyerekek. Na ez baby. Ez igazi, nem lehet áthozni, tehát ismételten mondom, kijöttök Szlovákiából, ott lehet csak használni ilyeneket, nálunk ez még mindig súlyos következményekkel. Aztán ugye például, ugye most a Dumbumot betiltották, ez itt van itt a Tiger Boom, ez ugyanúgy 20 darab van egy tálca, ez lesz a pótló helyette, az 5 eurós áram, tehát olcsóbb, mint a Dumbum, és hasonló hatást vált ki. A kisebb testvér ugye a Megatronnak, fontos azt elmondani, hogy ezeket Szlovákiában gyártják, minőségi termék, a Megatresk. Ez ugye régen dörzsfejes volt, gyújtózsinorral működik, nagyon biztonságos. Szlovákiában kijöttök, nyugodtan használhatjátok. Ugyebár itt a klasszikus, a Pirát, ezt
így árulják, most 100 darab, szintén gyújtózsinórral van ellátva, tehát biztonságos. Nagyon ott van a 3, a 4 durranás. Mini petárda, 3 durranás, a 4 durranás csomaggal, és szerintem ezzel ennyi volt. A lényeg azt elmondani, hogy portatízi játék, amit a számodra nem fontos. Ki jöttök ide és itt használtjátok a petárdát, ne hozzátok át saját érdeketekre. Ezt javaslom. Aztán ugye érkezünk el a nagy telepek felé. Így van bele egy Obelix, 50-es kaliberre a végén, 50-es kalibrán. Aztán ahogy megyünk tovább, hogy itt van például ez a Comet Rocket, amit a Peti ugye előző videóban például megdicsért nagyon. Igen, ugye ez 20 darab, 20 vagyis rakéta, műanyag házas ugye. A kék, meg felhívjuk a figyelmet, a kék meg a lila az dúr. Nem, csak a kék. Csak a kék dúra? Igen, okay. Csak a kéknek van ugye titelmény területe. Aztán hogy itt vannak-e 30 millis telepek. Egy is jó például. Zorro meg ez a mókusos, nem fogom elolvasni, mert nem lesz jó a kiejtésem. Ez a Skirbik is viszonylag szép nagy kaliberre rendelkező, tele 16 lövéses, nagyon szép. Így van, így itt van. Itt vannak az akciósok, például ez a Captain. Ez a Captain most gyerekek, ez ugye 20 milli, 25 lövés, ez most 8 euró, 8,5 euró akcióban, tehát ezt majd kaptunk tesztelésre, hogy ki is fogjuk próbálni. Nagyon jó kis telep. Aztán ugye például van a Blue Dream, ez is egy 25 millis 20 lövéses telep, Journey. Ugye itt vannak ezek az örök klassikus telepek, ugye a Huszák, a Baribal, meg a Moszkító, Moszkító ugye a fütyülős effekttel, amit már előző videóban is bemutattunk, ez a Beatritin ugye. Ez egy nagyon színes telep, és ebből most 4,70€, hogyha 10-et veszel, Peti, ugye? Így van, 10 euró ha 10-et veszel, akkor 4€. Aztán itt vannak a kis klassikus telepek, ugye, ez a 9 lövéses kis talpas telepek. Ebből a hadák az fütyülős effekt, és én ezt nem tudom ajánlani. Aztán elkezdünk a vulkánokhoz, ezt előző videóban is teszteltük. A 100 g-os klasek vulkán nagyon tudom ajánlani, ez nagyon megérős dolog. Aztán itt vannak az erőre töltött vetősök, ugye ezek tripla és duplák, ezek eléggé durva dolgok. Ez 100 lövéses római egyetjárt Jumsz, és sajnos múltkor ezt rosszul mondtam, mert ez a Skutkának a terméke volt, és igen. Nem a klasek. És kiderítettük, ez nem vetős, ez 100 lövéses római. Aztán elérkezünk ide a nagy finálé telepekhez, igazából itt van az Enjoy, 50 milli, meg János itt. Ugye ezek már mind hatalmasat profi telepek, így van, és ahogy megyünk feljebb, találunk, ugye itt a Peti például a Trabantot kiemelte, ezek igazából ez 30 milli 64 lövéses, például az Alp, tehát ezek a Trabant is, ezek már finálé telepek. Igen. Természetesen aki még több lövés szeretne, az mindent megtalál itt. Ez is nagyon jó, ez a Ivánek a Klasektől, ez 47 mondjuk, lövés. Mondjuk, nézd Petike, mit találtam, az múltkor, hogy nem volt itt, ez a Total Defender, ez igen. Egy új telep, és 49 lövés, és 30 milli. Ilyen katonai és ez most akciós mondjuk pont. Macskanő például, így van, 81 lövés, ez is szép. Ezek már nagy játékok. Ezek már ezek a nagyfiúk játékok gyakorlatilag. Ugye ennyi is lenne, végigmentünk igazából az egész bolton. Igen, füstök itt vannak, minden bemutatjuk. Ezt már bemutatjuk. Remélem, hogy tetszett nektek, és amit mondtad, ne iratkozzatok föl, rám is, meg Botira is természetesen. Úgyhogy sziasztok!